A két megyében élő mintegy 1 millió embert köti össze ez a testvérmegyei megállapodás, mondta Pataki Csaba, a Szatmár megyei tanács elnöke, aki hozzátette, a két megye 25 éve, hogy szorosabbra fűzte kapcsolatát. Megtanultak egymás fejlődése érdekében együtt gondolkodni, együtt tervezni, és számos már az előző ciklusban is elérhető pályázatokon sikeres, a lakosság számára hasznos fejlesztéseket valósítottak meg. A mostani megállapodás keretet ad a benyújtott és az előkészületben lévő határmenti projekteknek is, segítve a két megye további gazdasági és társadalmi haladását. Remélem, hogy erősíti a lobby tevékenységünket, például olyan irányba, aminek óriási hatása lenne a keleti határrész számára, ha innen nézem, a nyugatira, ha tőlünk nézzük, határátkelők állandósításában, új határátkelők megnyitásában, esetleges schengeni csatlakozása után Romániának új utak megépítésében, mert nem akarok rengeteg példát felhozni, de például a Csengeróvári az a csengeri térségnek teljesen más dimenziókat adna. Illetve ne felejtsük el azt, hogy miniszterelnök úr, amikor Szatmárban járt, ez jelentsen Szatmárnémet itt vagy Csengert, akkor ugye azt mondta, hogy a 49-es helyett egy gyorsforgalmi út fog lejönni a határa, és itt nem csak az anyaországi résznek jelent ez óriási fejlődési lehetőséget, hanem a számukra is, akik a határ túloldalán maradtunk. A határok átjárhatóságán is könnyíteni kell, hangzott el. 3 út már elkészült, és további határátkelőkre is szükség lenne. A két megye közötti mobilitás a gazdasági fejlődés egyik feltétele. Sesták Oszkár elmondta, a testvérmegyei megállapodást Szatmár megyében a román többség is megszavazta. Úgy gondolja, ez a hivatalos kapocs a két nép közötti közeledést is elősegíti. A hivatalos dokumentumot a román külügyminisztérium is jóváhagyta, ezzel a legmagasabb szinten ismerte el Románia. Ezzel egy magasabb szintre emelkedett az eddigi együttműködésünk és megállapodás rendszerünk. Ez Romániában jelent újat, illetve fontosat. Náluk van egy ilyen hierarchiája az együttműködési megállapodásoknak, és az jelenti a legmagasabb hierarchiát, hogy a román külügyminisztérium is erre áldását adta. Ez megtörtént, és ezután került sor erre a testvérmegyei megállapodásra. Nálunk Magyarországon nincs ilyenre szükség, de a román jogrendben ez egy különleges státuszt jelent. Ez feljogosít bennünket arra, hogy azt mondjam, hogy a testvérmegyei megállapodás próbálja az ottani magyar közösség sorsa, a Szatmár megyei magyar közösség sorsa, anyanyelvi jogainak védelme. Én bízom benne, hogy erre a megállapodásra támaszkodva megfelelően tudunk argumentálni az ottani magyar közösség védelme érdekében is. A szomszédos Szatmár megyében a fiatalok helyben megtartása a térség jövője szempontjából elengedhetetlen. A Szatmár Hazavár programban a magasan képzett fiatalok helyben foglalkoztatását és lakhatását is segítik, mondta el televíziónknak Pataki Csaba.